elsődleges és legfontosabb szabály az, hogy a csapatok együtt kell, hogy mozogjanak. Minden csapatnak van csapatvezetője és csapatkísérője. A szervezőknek mindig sokat számít az ügyfeleikkel való viszony, így a korszerű lőtéren idén még több fegyvernemet próbálhatott ki a nagy közönség, mint korábban. A rendezvény mára már igazi társadalmi eseménynek számít, hiszen a lövészet mellett jó beszélgetések és finom falatok is várták a célközönséget. A patentnak nagyon is régóta fontosak, mindig is fontosak voltak a ügyfelei, a barátai, és sok év ezelőtt úgy gondoltuk, hogy egy kötetlenebb, a munkánkhoz szorosan kapcsolódó rendezvényt, eseményt rendezünk számukra, ez az a VIP lövészet. És itt nagyon sok fajta lőfegyvert ki lehet próbálni, kötetlen beszélgetéseket lehet folytatni, szerintem ez fontosabb is. Jó falatokat lehet majd fogyasztani, és jól érezzük magunkat, és ez így együtt vagyunk, ez egy nagyon-nagyon jó, szerintem jó rendezvény, de nagyon jó sikerült mindig. Negyedik alkalommal vett részt a lövészeten Németh Zoltán, aki elsősorban az élményért érkezett a rendezvényre, azonban igyekszik odafigyelni arra, hogy mindig jobb teljesítményt nyújtson, mint a korábbi években. Van itt egy pisztolylövő verseny is, arra azért próbálok minden évben egy kicsit jobban odafigyelni, hiszen az ember ilyenkor jön rá, hogy mennyire nem érzi ilyenkor a távot, és hogy amikor így ezekben a western filmekben is lövöldöznek, hogy az mennyire irreális, tehát nagyon nehéz a célt eltalálni, itt profi lövők vannak, de remélem, hogy egy kicsit jobb lesz, mint a tavalyi évben. Meg hát ezek a nagy fegyverekkel, amikor tényleg itt ezt a kalasnyikovot, meg különböző, mindig van valami újdonság is, amit hoznak ide erre az alkalomra a fegyvert, amit ki lehet próbálni, azokra is nagy hangsúlyt fogok fektetni, hogy tényleg a lehető legjobbat próbáljam kihozni az eredményből. Mindenki mellett lesz egy segítő, aki segíti az íjászatot. Az íjászoknál többek között Kukorelli Edit is segítkezett, aki számos díjat tudhat magáénak. 2018-ban például vadászreflex kategóriában világcsúccsal nyert aranyérmet Budapesten. A sportoló elmondta, hogy ennek a fegyvernek a használata komoly koncentrációt igényel, de mindenben segítik a résztvevőket. Ilyenkor el szoktuk mondani a íjászatot kipróbálóknak, hogy ez ugyanúgy egy fegyver, egy veszélyes eszköz. Megmutatjuk nekik az íj fogását, hogy kell behelyezni a vesszőt, hogy kell ráfogni az idegre, és körülbelül azért segítünk azzal, hogy hova célozzanak, hogy nagy eséllyel eltalálják a céltáblát. Első alkalommal vett részt az eseményen Marosi Anikó, akinek nagy élmény volt a lövészet, hiszen előtte még sosem próbálkozott ezzel a sporttal. Izgultam nagyon, mert életemben nem volt még fegyver a kezembe, de nagyon érdekes volt, meg fájdalmas, mert ugye ahogy lőttünk, akkor a vállunkat ijátottuk, de azt hiszem, hogy egyébként tényleg így, én azt hiszem, hogy mindenkinek ki kell próbálni. Az élménylövészeti napra idén is rengetegen látogattak el, a résztvevők pedig új élményekkel és meglepetésekkel is gazdagodhattak az eseményen.